vagyunk Hódmezővásárhelyen. Azt gondolom, hogy az állattenyésztő szakma fellegvára ez a kiállítás. A Vitaport standján az van, hogy lépjen be, legyen a siker részese. Mit akarhat ez? Először is nagy öröm, hogy a 31. állattenyésztési kiállításon rendeznek itt vásárhelyen, és mind a 31-en itt voltunk. És szinte minden év hoz újat, de ez az idei év számunkra kiemelkedően fontos, hiszen tavaly év végével átadtuk a Vitafor történetének egyik legnagyobb, nem egyik, hanem a legnagyobb beruházását. Nagy öröm volt számunkra, hogy ezt a szakma egy nívós díjjal a 2023 év leginnovatív agrárberuházásával kaptuk meg. Nagyon örültünk neki, és hát nagy örömmel mondhatom, hogy itt az elmúlt 4 hónapban nem csak gőzerővel folytak a tesztüzemek, hanem most már gyártunk, nem csak a magyar piacra, hanem az elmúlt 3 hónapban Lengyelországba, Csehországba, Észak-Olaszországba is gyártottunk folyamatosan, és már napi rendszerességgel mennek kamionos tételek ezen országokba. És hát nagyon örülünk, mert nem csak egy új üzemegységet adtunk át, nem csak egy nagyon komplex gyártóbázist, hanem ezzel azért kitágult nekünk a világ. Nagyon sok új receptúrát, nagyon sok új partnert ismerünk meg, úgyhogy jókor, jó időbe döntöttünk. Kicsit azt gondolom, hogy szerény a hozzáállás, mert ha jól tudom, azért ez Közép-Európa legnagyobb takarmánygyártó üzeme, ami egy igazi high-tech technológiával lett már átadva is, de maga az üzem is ezt akarja. Hát igen, köszönöm, azért egy kicsit javít, nem a legnagyobb, de hogy a legmodernebb, a legautomatizáltabb az egészen biztos, hiszen 40 méter magason, 9 szintben, több mint 7000 négyzetméteren beépített tényleg high-tech berendezések vannak, egy teljesen robotizált üzemről beszélünk. Gondoljuk el, hogyha a csúcson jár, akkor napi szinten 20 kamion tudunk nagyon tömény premixekből legyártani, 2 gram pontossággal. Én azt gondolom, hogy ez önmagáért beszél. Nagyon-nagyon szép ez a dolog, és 2 év tervezés, 2 év kivitelezés, megérte várni. Ehhez most jogos a kérdés talán, hogy a magyar állattenyésztés fölnőtte egy ilyen takarmánygyártó üzemhez. Az elmúlt évtizedekben, az elmúlt 2 évtizedben folyamatosan mondtuk, hogy az állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlya sokszor megbillen, és ez mindig az állattenyésztés rovására történt. Hát most az elmúlt 2 évben nem így van, hiszen látjuk a növénytermesztési árakat, látjuk a gabonaárakat, majdnem minden partnerünknek van állattenyésztése és növénytermesztése is, és annyiban most örülnünk kell, hogyha megnézzük a sertés pozícióját, ez kimagaslóan jó. Az elmúlt, ezelőtti 2 évben ugye a sertéstartók nagyon szűk esztendők voltak, most azért 1,5 éve, most amikor ez a riport készül is 670-680 árak vannak, ebből bizony lehet dolgozni, de a baromfinál is úgy gondolom, hogy jó a pozíció, a tejnél egy kicsit szorosabb, tehát a kérdésre az a válasz, hogy igen, most aztán tényleg megéri bőrbe csomagolni a terméket, és nem 50 forintért eladni az átpát vagy a takarmány búzát, hanem feletetni. Ennek mi örülünk, én azt gondolom, hogy ez lehetőséget ad a szakmának. És hát még 2 dolgot hagyj említsek meg ezzel kapcsolatban. Teljesen egyértelmű az, hogy Nyugat-Európából a nagyüzemi állattartás az azért húzódik keletre. Nekünk itt megvannak a historikus gyökereink ebben a nagyüzemi állattartásban. Hát ezt próbáljuk meg mindenféleképpen megtartani. És hát a másik nagy öröm, hogy arról beszélgetünk, hogy azért itt támogatások széles tárháza nyílik itt az elkövetkező hónapokban, és bizony 10 partnerünkből 9 egészen biztos, hogy fejleszteni akar az állattenyésztésbe, és aki ebben neki fog, az azért azt gondolom, hogy minimum 10 évre látja a jövőt, vagy hisz az állattenyésztésbe. Hát mi is hiszünk, ezért építettünk egy ilyen üzemet.